Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak: ne féljetek az emberektől, nincs rejtett dolog, amelyre fény ne derülne, sem titok, mely ki ne tudódnék. Amit én sötétben mondok nektek, azt ti mondjátok el világosban, és amit fülbesúgva hallotok, hirdessétek a háztetőkön. És ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja. Egy fillérért ugye két verebet adnak, és mégsem hull a földre egy se közülük atyátok tudta nélkül. Nektek pedig minden szál hajatokat számon tartják. Ne féljetek hát, sokkal többet értek ti, mint a verebek. Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. De ha valaki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. Talán a kép is elárulja, hogy szeretem a sportot, különösen is a kézilabdát, amit magam is űztem. És ahogy hallgatom a világ legnagyobb férfi és női klubcsapatainak edzői beszédét, amikor arról szólnak, hogy mi is a játék alapja, legfontosabb eleme, szinte egybehangzóan állítják, hogy a stabil védekezés. A jó kapus és védő tevékenység határozza meg, mennyire lesz eredményes a támadó játék. A mai szentmise olvasmánya is az evangéliummal az élen, mintha arról szólnának, hogy mivel igen erős a rossz jelenléte a világban, ezért Isten országa is és az ő egyháza is állandó védekezésben van. Kezdetben egészen biztosan így volt. A túlélés múlott azon, hogy elég ébere a hívő közösség, amikor a keresztény üldözések századaiban a szabadságukat és az életüket veszélyeztették a különféle világi hatalmak. Vagy amikor a tanítás tisztaságát gyengítették a különféle eretnekségek. Az apologetika, a hitvédelem, mint teológiai műfaj ekkor érte virágkorát. Ma vajon mások-e a körülmények? Egy biztos, a vértanúk vére mindig szenteket termő magvetés. Jézus nyíltan mondja, elbeszéli apostolainak, és a mindenkori benne hívőkkel is közli, hogy ki lesznek téve üldözéseknek, ugyanúgy, mint ahogy voltak a próféták. Akiknek Isten küldetést ad, azok előbb vagy utóbb, ritkábban vagy sűrűbben, de biztosan szembe találják magukat az emberek értetlenségével, sőt, ellenségességével is. És amint a próféták között is volt, aki ebbe belefáradt és eltelt kételyekkel, miért ne ismétlődhetne ez meg a későbbi tanítványokkal is? Jeremiás így fogalmaz: még azok is, akik barátaim voltak, bukásomra lestek. Hát, ha valamiképpen törbe csalhatnánk, legyőzhetnénk, és bosszút állhatnánk rajta. Isten ügyének képviselete mindenkor áldozatokkal jár. Jézus tanításából és életpéldájából azt is tudjuk, hogy nincs is nagyobb szeretet, mint amikor valaki az életét is odaadja. Az Isten embere azonban eközben mást is tapasztal. Megéli Isten bölcsességének és Isten erejének a hatását is. A megélt és kiállt küzdelmek megacélozzák és tudatosítják bennünk, hogy akik csak a testet veszélyeztetik, akik csak a testet ölhetik meg, de a lélekhez nem férhetnek hozzá, azoktól igazából nem is szabadna félnünk. Jeremiás is így folytatja: de az Úr, mint hős harcos mellettem áll. Ellenfeleim meginognak, s nem bírnak velem, szégyent vallanak és elbuknak. Ez a bátorítás, továbbá a túlvilági igazságszolgáltatás ígérete komoly támpont, hogyha ki akarunk tartani a hűségben. A rossz az ember bűne által lépett a világba. Hallottuk a rómaiakhoz írt levélből való szentleckében.
Attól a mozzanattól kezdve az emberiség történelmének árnyékos és időnként kifejezetten sötét oldalai is termettek. És a gonosz lélek szereti a kockázat nélküli nyugodt egyházat, az üzlet egyházát, a kényelmes egyházat, a langyosság kényelmét. Napokban hallottam ezt Ferenc pápa egy prédikációjában. De Isten tervét ez sem tudja meghiúsítani, mert az ember életfiú Isten engedelmessége visszaszerezte, amit mi elveszítettünk az engedetlenség bűne által. A bűnre bocsánatot hozott, kiárasztotta a megszentelő kegyelmet, és feltámadásával legyőzte a már-már diadalmaskodni látszó halált. Irgalma az ember és az emberiség bűne fölé hatalmasodott, s végtelen szeretete korlátozza hatalma mindenhatóságát. Ebből pedig remény fakad, mégpedig az evangéliumban hallott kedves kijelentés szerint: sokkal többet értek ti a verebeknél, minden szál hajatokat számon tartják. Semmi sem történik velünk az Atya tudta nélkül. Ami megtörténik velünk, rögtön tudjuk, azért történhetett meg, mert az Atya megengedte. S ha az éppen rossz, üldözés, pusztítás, akkor is biztosak lehetünk benne, hogy Isten, aki maga a jóság, csak azért engedhette meg nekünk, velünk azt történni, mert abból már is valami jót készít elő. Mint ahogyan fia halála által mi megszabadultunk. Ennek bizalmát erősíti Jézus, amikor a rövid felolvasott szakaszban háromszor is megismételte: ne féljetek! Ne féljetek az emberektől. Akkor sem, amikor a tőlem kapott küldetés végett, megpróbáltatásban van részetek. Érthetetlen módon, hiszen ti csak jót akartok. Másodszor, ne féljetek a testet megölni tudóktól, ha félitek Istent, aki az élet ura. Vagyis igazából semmitől és senkitől sem szabad félni. Harmadszor pedig, ne féljetek, mert páratlan érték vagytok Atyátok szemében, tekintetében, amivel kísér, és kezében, szívében, amelyben hordoz és őriz benneteket. Jézus tehát bizalomra hangol: üdvös félelemmel hagyatkozzunk Atyánk gondviselésére. Csak attól az egytől féljünk, hogy valaha is őt elhagyjuk. Bizalom és Isten félelem tehát együtt ennyit jelentenek. Tudjuk, hogy az Atya oltalmában élünk, amint azt is, hogy Jézus csak akkor vall meg minket az Atya előtt, ha hűségesen kitartunk mellette a földi veszélyek közepette is, ha teljesítjük a nekünk szánt részt az egészben, és következetesen megvalljuk őt az emberek előtt, akár alkalmas, akár alkalmatlan. És még egyszer Ferenc pápát idézném: a csodát a Szentlélek műveli, amikor a vértanúk révén viszi előre az egyházat. A vértanúk nélküli egyház elbizonytalanít. A kockázatot nem vállaló egyház elbizonytalanít. Az az egyház, mely fél Jézus Krisztust hirdetni, és fél attól, hogy elűzze a démonokat, a bálványokat és egyéb urakat, az nem Jézus egyháza. Kérjük az Úrtól a megújított fiatalságot, kérjük a megtérést a langyos életből Jézus örömének hirdetésére. Amen.